Mindenséges Istenünk, tisztelettel kérünk, éljen még sokáig jó szitja hun népünk. Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, származása szerint rendkívül is régi. Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, az égen győzi le örök ellenségét. Csodaszarvasunknak követjük futását, hunort s magyart hívó égi vágtatását. Attila kardjáról csodákat mesélünk, ha e kard kezünkben senkitől sem félünk. Csaba ifjú király, meghajlunk előtted, fényes csillagösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát, ide tértek vissza álmos fia Árpád. Áhítjuk óvó szent magyar koronánkat, ha ősfényben ragyog, ránk senki sem támad. Örök Magyarország, sosem maradsz árva. Jó estét kívánok, Bárdosi Ferenc vagyok, mai estünk házigazdája. Sok szeretettel köszöntöm az Attila Nagykirály Hotel baráti kör megjelent tagjait, és a készülő filmünknek a leendő nézőit is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Révész Péter professzor urat, immár második alkalommal az Attila Nagykirály Hotelban. Hát köszönöm szépen a kedves meghívást, és nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, immár második alkalommal, és a hallgatóságban több ismerős arcot is láthatok. Köszönöm szépen az érdeklődést. Idén most arról szeretnék beszélni, hogy mi igaz a sumér-magyar rokonságból. A Bibliában nagyon sok ősi név van, ami jelentős szerepet játszott a különböző népeknek az eredet mítoszaiban. Ezékiel prófétának a könyvében olvasható Mágog országáról egy rövid részlet. Vesd tekintetet Gógra, a Magog országában Rós, Mesek és Tubal fejedelmére és prófétálj róla. Gog valószínűleg Gigesz Lüdia királya lehetett. Magog országát pedig a mai Törökország dél-keleti részére teszik a bibliai tudósok. Józsefus is írt a Magogról a könyvében az első évszázadban. Azt írja, hogy Magog volt az alapítója magogi gátáknak, akiket a görögök szkítáknak hívnak. Tehát ő kapcsolta össze a szkítákat a Magoggal. Ezt az elméletet vette át Anonymus is, aki a híres Gesta Hungarorumban körülbelül 1200 körül latin nyelven írta a következőket. Scisia igitur maxima terra, esce dentum oger digitur, versus orientem finis, cuis ab aquilonali parte extenditur usque ad nigrum puntum. A tergo autem habet flumen, quod dicitur tanais, cum paludibus magnis. Ubi ultramodum habudanter inuenientur zobolini ita, ibi habundat aurum et argentum, et inueniuntur in fluminibus terre illius precoisi lapides et gemme. Primus rescisie fuit Magog filius Japhet, et gens illa Magog rege vocata est moger. Tehát Anonymus szerint Magog volt az első királya a szkítáknak, és a magyarok Magogról nyerték a moger, vagy
később változatban magyar nevet. És a szkíták a Fekete-tenger vidékén éltek korábban. Na most ez egy olyan elmélet volt, ami ugye a bibliai nevekkel kötötte össze a magyar nevet, és a magog az természetesen valamilyen hasonlóságot mutat a magyarral. Hát jobbat én nem tudnék találni a bibliai nevek közül, magam sem. Különösen a szkitákkal már Józsefus is összekötötte a magókat. Julianus barát pár évtizeddel Anonymus írása után elindult keletre, hogy megtalálja magyaroknak a rokonait. Valószínűleg Anonymusnak a könyvét is figyelembe vette ezen a útján. A szkitáknak a leszármazottjait kereshette. Eljutott Levédiába, ami körülbelül az a terület, amivel Magna Hungáriába, de kalandos úton. Levédi az körülbelül az a terület, amit Aminonius is leírt, és Magna Hungária az körülbelül itt lehetett. Tehát ez már az Ural környékén van, körülbelül az, amit sokszor említenek a magyarok őshazájának. Szóval ez egy korai előzménye az uráli őshaza elméleteknek. Ugyanakkor nagyon érdekes feljegyzés maradt ránk Konstantin császártól. A bizánci udvarban jártak magyar követek, Tormás és Bolcsú, akik a császárnak adtak egy leírást a magyarok eredetéről, amit ő fel is jegyzett. Azt írta a művében Konstantin bizánci császár, hogy a magyarok neve Szabartói Aszfalói. És ez magától Árpád Dédunajától, Tormástól volt feljegyezve 948-ban. Na most a szabartói név sok minden dolgozatnak, tanulmánynak volt a tárgya, hogy mit jelenthet. Ezt általában a szabír néppel kötik össze, akik valahogy a magyarnak rokonai lehettek. Na most ez egy térkép, amit mutatok, ez körülbelüli elképzelés, a magyarok és a szabírok egymás mellett vannak ezen a térképen. És ezt összeteszik sokan. De a szabír név gyakran vissza van vezetve még korábbi időkre. Tehát a szabartói az a szubartú néphez is kötődhet, sok író szerint. A szubartú nép az pedig körülbelül 2000 évvel Krisztus előtt élt a mezopotámiai térségben. Tehát itt van Szubartú, alatta van Sumér, tehát a sumeroknak valamilyen alcsoportja, rokona lehetett a Mezopotámiában. Lehet, hogy ez az őse a szabíroknak és a magyarok egy csoportjának is, sok író szerint. Az aszfalói jelző is több találgatásnak volt a témája. Egy ókori görög szótár szerint aszfalisz az azt jelenti, hogy megbízható, tehát ez lehet egy jelzője embereknek, és azt is jelentheti aszfalosz, ez valami vándor madárnak a neve. Tehát vagy lehet egy megbízható, kitartó jelzőt gondolni a szubartú csoporthoz, vagy pedig egy olyan, ami vándorló csoport volt, tehát
nomád csoport, mint ami sok sztyeppei népnek volt a nevében jelző. Nos, ezt nem tudjuk biztosan, de ezek a lehetséges gondolatok a szótár szerint. A különböző nyelvelméletek születtek később, most ezek a nyelvi származás nem feltétlenül a népi származás, genetikai származással van összekötve, egy picit más lehet. Három különböző elméletről szeretnék most említést tenni. Az egyik a uráli nyelvcsaládfa, amiben a finnugor csoport itt van a bal oldalon, és abban vannak a finn és rokon nyelvek, meg a ugor nyelvek. Az ugorhoz tartozik a magyar és a Ob folyó környéki csoportok, a mansik és a kantik, a hantik. A másik elmélet, amit zölddel jelzek itt, az pedig az, hogy a magyar a sumérnek egy leszármazottja. Tehát a sumér nyelv változott a magyarrá az idővel. A harmadik, az pedig egy olyan elmélet, ami szerint a sumér egy dravidiai nyelv. A dravidiai nyelveket Dél-Indiában találjuk, körülbelül 30 különböző nyelv van ebben a csoportban, ezek közé tartozik a telegu és a tamil nyelv. Itt van néhány tanulmány a sumér nyelvrokonságról, főként a sumér magyar nyelvrokonságról. A különböző csoportokat, tehát van piros, zöld és lila csoport, tehát a három nyelvemlélet szerint a zöld, piros és a lila támogatja azokat a három különböző beosztást, amiről említést tettem. Na most ezek csoportok között hát különböző vita folyt az idővel, és hát nem jutott semmi konkrét végeredményre. Egy nagyon érdekes alternatív elmélet született Parpolától, aki az Helsinki Egyetemnek egy professzora. Ő összekapcsolta az első kettő elméletet. Tehát ilyen areális kapcsolatokra hivatkozva azt mondja, hogy a sumér az rokona tulajdonképpen több finnugor nyelvnek, amik szintén egymással rokonaik lehetnek, és ezeket főként areális, tehát ilyen helyi kapcsolatokra vezeti vissza. Az ő elképzelése szerint körülbelül 3000 évvel, vagy 4-5000 évvel is talán Krisztus előtt ilyen elosztásban éltek a népek. Tehát itt van a sumeroknak az elődje, tehát a Kaukázustól északra, Kaukázus előterében. Mellette található az ugor ős csoport, egy kicsikét keletre, és egy kicsikét nyugatra pedig a finn csoport. Tehát ezek tulajdonképpen mind egymás mellett laktak. És a sumérok mentek délre, a finnek északra, az ugor csoport pedig hát előbb-utóbb szétoszlott az Ob csoportra, ami keletre ment, és a magyar csoportra, ami nyugatra ment. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan elmélet, ami próbálja összetenni az első kettő elméletet, és nem pedig vitatkozni azon, hogy az első vagy a második a helyes. Nagyon komoly lexikont is írt ez a Parpola, két kötetes, és 2016-ban adták ki. 3000 szó jegyzet van benne, tehát 3000 sumér szónak mutatta ki a rokonságát a finn és a magyar nyelvben. Na most szerintem a Parpolának van csomó jó meglátása, de a reális kapcsolatokat tovább kéne vinni. Szóval tulajdonképpen az az elmélet,
hogy a sumérnek van valami köze a dravidiai nyelvekhez, amit majd fogunk látni kicsikét később, azt is komolyan kell venni. Tehát ez a harmadik, a lila elmélet. És tulajdonképpen be lehet ezt is illeszteni egy nagyobb családfába. Tehát van egy uráli nyelv, annak a nyugat-ugor csoportjában tartozik a magyar, és mint látni fogjuk, az eufráteszi nyelv. Az eufráteszi nyelvet azt a sumér elődjének hívják, és a sumér tulajdonképpen egy picit keveredett a dravidiai nyelvekkel. Tehát amikor a sumérok ősei délre vonultak, akkor már a dravidiai nyelvcsaládhoz tartozó népekkel találkoztak, azokkal keveredtek. Tehát a sumér az nem olyan tiszta magyarhoz hasonló nyelv, mint szeretnénk, de majd meglátjuk, hogy elég sok van a magyarból tulajdonképpen a sumérban. Amiről tavaly beszéltem, a minoszi nyelv. Nos, a minoszi az egy nagyon ősi nyelv, az is hattiknak a rokona, az is tulajdonképpen a török területről származik, a régen Anatóliának hívták, és a minoszi nyelvből rengeteg szó és bizonyos nyelvtani formák is kerültek az ógörög nyelvbe. És ez az alapja tulajdonképpen, hogy az ógörögből visszakövetkeztetve azon ógörög szavak, amikről a etimológiai szódárok azt írják, hogy nem indoeurópai eredetű, akkor az milyen eredetű? Az minoszi eredetű kell, hogy legyen, azaz korábban ott élt nép, és arról pedig be lehetett mutatni, hogy nagyon sok köze van a magyarhoz. Tehát ez a nyugat-ugor csoporthoz tartozik szintén. Na, ezekről fogok még több említést tenni, de valahogy így kell elképzelni, tehát ez a három nyelvelmélet, az nem összeegyeztethetetlen. Tehát sokan találtak párhuzamos szavakat, és azokban van somó helyes, tehát nem lehet mindenről azt mondani, hogy helytelen, és tulajdonképpen össze lehet tenni olyan módon a dolgokat, hogy nem sok probléma marad. Ez az alapgondolat, amit szeretnék beszélni. Vegyük például azokat, amiket a első, tehát az uráli nyelvcsaládnak a kidolgozói és támogatói uráli szavaknak neveznek, ezek kékkel vannak jelözve, amit finnugor szavaknak neveznek, kicsikét alábban egy másik ágon a zöld csoport, és utána még lesz ugor csoport is. Na most ezeket a szavakat vettük, tehát nem olyan nagyon sok szó van, körülbelül 300 mindegyik csoportban, mint biztos uráli, biztos finnugor, és így tovább, 500 is lehet, de most így van egy-két példa. Az első sorban csak az angol tettem oda, mert angol nyelvű folyóiratcikkben jelent meg, ahol a értelmét meg kell adni minden szónak. A magyar tulajdonképpen megadja az értelmét a itt jelenlevőknek, és akkor itt a középen vannak olyan párhuzamok, amik a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik, a következőben az ógörög, de ne felejtsük el, hogy ez minoszi szavak lehetnek, és a harmadikban pedig a sumér. És a sumér az a Parpula könyvéből van véve, és most összetéve a magyarral. Tehát a legutolsó sorban szám szerint van jegyezve, hogy Parpulának a könyvében az a sumér szó, az hanyadik sorszámú. Hát adjak egy-két példát, például a anya szó, ama sumérul, hát eme meg emese is lehet itt enne, nagyon ősi anyanév, és annak van valami köze a amma, görög név, ami szintén anyát jelenthet, ez egy alternatíva a indoeurópai eredetnek, tehát ez egy alternatív név, és an az ürjén nyelven. Tehát ennek van valami kapcsolata.
Egy másik példa, a Parpulának könyvében bar, az össze van hozva bőrrel, és annak lehet köze a például a handi nyelven a perhez, és a birzánhoz a görög nyelven. Aztán még egy csomó más példát lehet adni erre. Buru, a sumér nyelven azt jelenti, hogy fúró, és az fúr, a magyarul, abból esetleg származhat a fűrész. Annak van valami köze a finn pura szóhoz, ami szintén fúrót jelent. És prion görögül, tehát ez egész sor hasonlóság van. Ezek csak a kék, tehát a uráli kapcsolatokkal rendelkező szavak. Itt már megjelenik a zöld, tehát finnugor csoporthoz tartozó szavak. Itten például megemlítendő a magyar ag szó, ami sonje a mari nyelven. Tehát ez a egyik kapcsolat, a finn-ugor kapcsolat, és a sugi, az pedig ugyanazt jelenti a sumér nyelven. Parpula szerint, tehát ezek megint összetartoznak. A magyarban sokszor az S betű kiesik a szó elején. Aztán megyek tovább, itt van még egy csomó finnugor szó, ami nem tudok átmenni, de majd ajánlom a cikket, ahol lehet böngészgetni ezeket a szavakat. Végül megemlítem azokat a szavakat, amiket ugor nyelvű szavaknak lehet nevezni. Ezekről azt mondják, hogy általában a magyar, a mansi és a hanti között létezik kapcsolat. Ezekből van szintén körülbelül 230 szó. És hát ebből is lehet pár példát adni. Ne feledjük, hogy apa, a hantiul op, ez apust is jelenthet, és abba sumérrel, a BP kapcsolat az létezik, az gyakori. És hát még egy példát hadd említsek, például hamu, annak van köze a kolemhez, KH változással, az L az egy vendéghang lehet, és a kum az pedig ugyanazt jelenti a sumér nyelven, és így tovább. Nem adok mindent itten meg, mert még van egy csomó szókapcsolat a cikkemben. Na most, szókapcsolatokat sok kutató talált, és ezek megjelentek különböző listákban. De ami érdekes az az, hogy a szabályos hangváltozásokat kell kimutatni. Tehát a nyelvészek általában azt mondják, hogy felületes hasonlóságok nem érdekesek. Ha szabályos hangváltozásokat találunk, akkor viszont bizonyítható a közös eredet. Tehát most azokat a szavakat, amiket itt találtam, egy pár száz kapcsolatról van szó, azokat összecsoportosítottam úgy, hogy bemutassak szabályos hangváltozásokat. Na most a szabályos hangváltozások a magyar és a finnugor nyelv között ismertek. Viszont a magyar és a sumér között nem ismertek, vagy nem ezek ismertek. A magyarban az S hang kiesik. Erre volt példa az ag, de erre ugyanerre példa az arat, sír, zürien nyelven, ér, szora, in,
szóni, oké. És a sumérben meg az S betű, esetleg S megmarad. S néha S-re változhat. Tehát ez elég szabályos hangváltozás, és bizonyítja a közös eredetet. A második példa, amit szeretnék adni, az a T hang. Ha ez szókezdő, mással hangzó, akkor kettő lehetőség van. Ha a második mással hangzó egy ajakhang, azaz B, P vagy V, vagy nazális hang, M, N, akkor megmarad a szókezdő T mindegyik nyelvben. Erre példa tapos, tapte, tab. Temet, ta, tum. Tövik, tev, te. Tő, ten, ten. Viszont, ha a második mással hangzó, vagy folyékony hang, el, vagy ár, akkor a sumérben D-re változik a kezdő T. Erre példákat itt lehet találni. Például tőr, tír, vottyákul, és dur, sumérul. Ez azt jelenti, hogy mindig a sumérben van ez a változás, tehát mindig csak ott. Ez nagyon szabályosan. Nem össze-vissza, hogy néha itt, néha ott. Na most, hogyha a szó belső, vagy szó végső hangként fordul elő a T, akkor egy picit másképpen változhat ez. Tehát a magyarban T-re lágyulhat, a sumérben D-re változik, szó belső, szó végső hangok, oké. Okay. Tehát ette lesz atya, and edde a sumérről. Itt még a D is megduplázódik, ugyanúgy, mint eredetileg a finnben. Kotan a mansi nyelven hattyút jelent, a sumérben guddu, tehát most a T hangról beszélek, hogy az D-re változhat a szó belsejében. A szó végén is változhat D-re, ezekre egy-két példát itt adok szintén. Még egy példa, a szókezdő P hanggal mi történik? De most nagyon szabályosan változik a szókezdő P, F-re a magyarban. Míg ugyanilyen szabályosan B-re változik, ha a második mással hangzó folyékony, L vagy R. Erre példa a fall, magyarul, a pel, hantiul és bar, sumérul. A far, magyarul, pere, bar, b, megint, és így tovább. Tehát ugyanolyan szabályosan változik b-re a sumérul, mint f-re a magyar. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a szabályos változás f-re, az bizonyíték a közös eredetnek, akkor a szabályos változás B-re ugyanilyen bizonyító erejű a közös eredetre. Na most ez, akkor hogyha második mással hangzó folyékony, L vagy R, ha nem folyékony, akkor viszont P marad. Nagyon szabályos. Tehát erre például fa, pu, pa, ez csak egy szó a fára, fejsze, pászú, pású, fészek, persze, piszág, és így tovább. A szóvégi P hang, ugye meg kell különböztetni, hogy szóvégén vagy szó elején van, a szóvégi P mindig B-re változik a sumérban. Erre példa az, hogy szép, magyarul, szeppe, zeb, sumérok. Na, a szókezdő K hang is nagyon érdekes. A magyarban hára változik, ha a következő magánhangzó egy mély magánhangzó.
Egy jó példa erre az, hogyha hal, kala, a hanti nyelven az méh, tehát hal lesz belőle magyarban. Na most a sumérban is hára változik, néha há is kieshet egy további folyamat gyanánt, ami kiesés független a hára változástól. Erre csomó példát lehet mondani. De a ká, ha magas magánhangzó előtt szerepel, akkor megmarad kának. Például a kéz és a ket, tehát az magas magánhangzó előtt, mind a kettő helyen ká marad, és a kisibb sumér nyelven is ká marad. A szóvégi elhang az mindig megmarad a magyarban, míg a sumérban árra változhat. Például fal, pel, bar, fél, pel, bar, holló, ez középen, kolak, hurin. Na, szóval ez így van, nagyon szabályos. A szókezdő vagy szóbelső v-hang magyarban megmarad, sumérban m-re változik, nazális vagy folyékony másolhangzók előtt. Sövény, szó, sumún. Vál, olka, murgu. Való, magyarul. Vál, mal, hantiul, mal, sumérul. Tehát mindegyikben emre változott a sumérban. Nagyon szabályosan. Ha a szókezdő magánhangzó van, akkor magyarban jé gyakran betoldódik, sőt a szó végén is. Tehát van úhi, finn nyelven, ami magyarul juh, és sumérul ú, szóv, mansiul, a véki eset, akkor betoldódik a jé helyére, szíj, és zná, sumérul. Sumérban nincs betoldás, magyarban van. Na most, a szabályos hangváltozások továbbá a nyelvcsalád a különböző ágain különböző módon érvényesülnek. Tehát, ha a finnogur, eng, ugor enka, de ez kiesik, szóval g marad a végén. Tehát nézzük meg például, mi történik az egér szóval. Az egérnek a feltételezhető eredeti formáját mutatom itt. Sinyere, sinkere, akkor ez az ugorban már erre változott. Ez még megmarad a mansi nyelven, és ez az eredeti ugorban az lehetett, a magyarban már G betű szerepel. Feltételezhetően segér, vagy seger, és akkor magyarban S kiesik, egér, továbbá a szókezdő magánhangzó kiesett, gilim, LR változás történhetett itten, és még ógörögben is van hasonló. És akkor még egy példát mutatok. Itten ez azt jelenti, hogy rés, tehát zug lesz magyarul a végén, en zég lesz sumérul. A második szabályos hangváltozás az LM finnugor egyszerűsödik az ugorba M-mé, és ez megmarad a nyugati ugorban is M-nek. Feltételező eredeti alag a finnugor nyelve és kudmé, a D, J, L változások gyakoriak, tehát kulov lehetett kis változással, mordvinian, mordva nyelven, mansi nyelven is
hasonló polem, kume lehetett nyugat-ugor nyelven, és ezt megőrzi a hamu kh változással, amit mondtam, kum, sumérul, és komisz, görögül. És hasonló jelentés is megmarad. Na most, a szabályos hangváltozásokon felül a nyelvtan nagyon jelentős, hogy bebizonyítsuk a nyelvrokonságot. Tehát a nyelvtanról muszáj beszélnünk. Mit lehet találni közös nyelvtani szabályokat a magyarban és a sumérban? Hát a G gyakorító képző az lehet nagyon ősi, mert annak megvannak a nyomai mind a kettő nyelvben. Például a szipog, ahol a gyakorító képző jelenti ennek az ismétlődését, ez nem csak egyszer történik, a szipogás az egy folyamatos dolog. És ennek a megfelelő lehet a zipaag. A sziszeg hasonló módon valami kapcsolatban lehet a sziszikgel, oké? Habár talán ennek hangutánzó jellege is van az elején legalábbis, de a G az már nem hangutánzó, az már egy képző. Tehát, hogy jelen van mind a kettő, az mégiscsak azt sugallja, hogy ez az ős közös nyelvben már létezett ez a képző. Van egy másik képző, a K melléknév képző. Na most itten feltételezhető, hogy a tű magyar és a dalla sumér, ami ugyanazt jelenti, azok rokonságba állnak. Tehát a D-T változás elképzelhető. Na most a tűből lehet képezni török, tehát ez egy olyan szarv, egy fajta szarv, de az olyan, mint a tű, olyan, mint a tű. És ez sumérban is hasonló jelentéssel bír, az ibex az egy fajta olyan állat, ami ott él Mezopotámiában, és olyan tűszerű, tehát török szarva van. Tehát ezek K-H-ra lágyul a szó végén, de mégiscsak jelzi a közös melléknévképzőt. Mánymény, ez is szerintem megtalálható, mint közös. Tehát a sövény, az lehet, hogy valami sző szóból származik. Lehet talán olyan növény, aminek a rostját használták valami szövésre régen. Tehát a sövény az egy ilyen módon keletkezhetett, ha bár vannak olyan szótárak, akik ismeretlen eredetileg mondják, de ez is elképzelhető. Ami esetben a főnév képző az igéből, az a mény lehetett, a M vére változik a szó belsejében ebben az esetben. És a sumún, az pedig sumér nyelven az is valami sövényszerű, magas füvet jelent. Árgyakorító képző, az is elképzelhető, hogyha van egy szeg, vagy szög, a sumérul pedig el lehet mondani, hogy sugur, tehát ez egy ilyen dárda, és az azt jelenti, hogy a különbség az, hogy egy szöget beverünk egyszer, és kész, míg a dárdával lehet, hogy többször bökögetünk. Tehát egy ilyen gyakorító képző kell a végén, ami a szögnek nem kell. Még egy érdekesség van itten, akkor sah, az a sumér neve a malacnak, disznónak. Magyarban pedig létezik az a szó, hogy csokor, amit a legtöbb ember úgy ismer, mint egy csokor virág, de az etimológiai szótárak szerint egy eredeti jelentése a szónak az, hogy egy állat sokaság,
egy ménes, vagy egy csorda. Tehát ez az eredeti jelentés, de most ebben az esetben, hogyha disznó csordáról van szó, akkor az ár betű kell, mint gyakorító képzel, mert egy csordában ugye több disznó van, nem csak egy. Tehát itt is él az ár gyakorító képzel. Na most, visszatérek arra a gondolatra, amit sok kutatója a sumér nyelvnek mond, nem magyar kutatója, hanem külföldi kutatója, hogy egy alapréteg létezik a sumér nyelvben, amit eufrátiszi nyelvnek hívnak. Ezt a nyelvet lehet megtalálni, mert ezek bizonyos szavakat bizonyos formában adnak meg, ami nem tipikus a későbbi sumér nyelvben. Tehát ez egy ilyen proto, tehát eredeti alapnyelv a sumérban. Ez az eufrátiszi nyelv, amit a tudósok így leírtak, szerintem a nyugat-ugor nyelvcsaládba tartozik. És hát valószínűleg az Eufrátesz folyó környékén beszélhették, annak az északi részén, és ezek az eufrátiszi nyelvet beszélők délre vonulhattak, ahol találkozhattak már ugye a part közelében dravidiai csoportokkal. Ezek a dravidiai csoportok is nagyon ősiek lehettek, akik valószínűleg Afrikából vándoroltak a part mentén Indiába, és ma Dél-Indiában ismerjük őket, a tamil nyelv, a telegu nyelv, és egy más nyelveket találunk ottan, de valószínűsíthető, hogy régen sokkal északabbra és sokkal nyugatabbra is léteztek. Több kutató szerint az ősi Indus-völgyi civilizációnak a nyelve is dravidiai volt. Yeah. Dravidiai lehetett az ősi Indus-völgyi civilizáció nyelve. Tehát ez is körülbelül 3000 évvel Krisztus előtt, tehát a sumíroknak voltak kortársai. A probléma itten az, hogy nem fejtették még meg azt az írást, amit használtak. Szóval vannak fejtegetések, amik úgy látszik, hogy a dravidiai nyelvekhez kötik az Indus völgyi civilizációt, de biztosat még azért nem lehet mondani. De egyre többen valószínűsítik. Na most a sumér nyelvet is tanulmányozták nagyon behatóan külföldi kutatók többnyire, akik a sumér nyelven belül kettő nyelvjárást találtak, kettő fő nyelvjárást. Az egyiket az Emeshal, a másikat az Emegir nyelvjárásnak hívják. És ezek közötti különbségeket föltérképezték, vitatkoztak, hogy miért vannak ezek a különböző nyelvek, különböző feltételezések voltak. De most az én véleményem szerint ezek a nyelvjárások egy késői jelensége annak, hogy egy keveredés történt a nyelvbe. A keveredés jele a sumérnek az, hogy hát a legősibbnek tartott úgynevezett eufrátiszi szavak között nagyon sok magyarhoz hasonló szó van. Tehát ezek a eufrátiszi szavak, ezek ősi, ugor, nyugat-ugor szavak lehetnek. Ezek között van például hall, ami az eufrátiszi nyelvben ku-ként szerepel. A holló, ami hurin, rokon értelmű sast jelent itten szerintük, a szótár szerint. A juh, ami ú, a kutya is előfordul kú-ként, hát állattenyésztő nép volt, mindenféle állatról van szó itten. A mer, mint merőkalál, mer, emerach, az eufrátiszi nyelvben. Ez az ach lehet egy melléknév képző, tehát miféle kanál, merőkanál. Szigony, sugur,
sír, mint zokog sír, zarach, türök, durach, ezt már említettem, tű, dalla, és így tovább. Tehát nagyon sok minden, amit Eufráteszi rétegnek mondtak, az magyar rokonsággal is rendelkezik. Na most, a helyzet bonyolultabb, mert amikor már a két nyelvjárásban, amit említettem, tehát az MSA-ban is, meg az MRG-ben is előfordul ugyanarra a fogalomra két különböző szó, akkor nagyon érdekes módon az MSA szó az a magyarnak a rokona, az emegírnek tartott szó viszont a tamilnak a rokona. Erre szeretnék itt egy pár példát mondani, a cikkemben még több példa adódik. Tehát például a ének a magyar nyelvben annak a rokona az, hogy szó, hát az ének az benne van a szavak is, oké, okay, ez rokon értelmű szó, eneg, ez azért is érdekes, zölddel van jelölve, mert finnugor eredetű, finnugor rokonok is léteznek. Tehát ez az MSA sumér nyelvjárásban előfordul, magyarban és még finnugor rokonságban. A fal, még egy zöld, az meg bar, FB változásról már beszéltem. És így tovább. Na most, hogyha ugyanezeket megnézzük az emegír nyelvjárásban, tehát például a fal, az egar, tehát kettő szó van a sumérban a falra. De az egar, annak a rokona, az valószínűleg a góda. A telegu nyelvben ez falat jelent. Az ének, a emegér nyelvjárásban bala, a tamilban pedig patal. TL változásról sok példát lehet adni, a P, B változásról is sok példát lehet adni, a sumér szereti a B-t. A P, B-re változott a előbbi példák szerint sokszor. Tehát itt is tulajdonképpen rokonértelmű szavak vannak, rokonértelmű eredet, közös eredet látszik itten. Még egy utolsó példát mondok, fa előfordul olyan alakban, hogy mu, de most a finnugor nyelvekben p, pu fordul elő, a p m-re változik a sumérban, több a példát láttunk erre. Ugyanakkor van egy másik szó is ugyanarra a dologra, hogy fa, ami a ges, és az pedig a katu szóval lehet kapcsolva, ami tamilul pedig azt jelenti, hogy erdő. Fáknak a csoportja. A k, g változás, a t, ennek a változása a szó végén esre, az is előfordul. Ugye magánhangzó kiesik, és akkor a TS-re változik. Ez előfordul. És így tovább. De most nagyon érdekes, tehát hogyha több szó van ugyanarra a fogalomra a sumérben, a két különböző nyelvjárásban, akkor nagyon konzisztensen az egyik nyelvjárás mindig a magyarhoz hasonlít, a másik nyelvjárás ugyanilyen szisztematikusan a tamilra hasonlít. Ez a keveredésnek a bizonyítéka. Itt van tulajdonképpen egy táblázat, illetve ilyen ábra. A kék jelöli a magyart, a piros pedig a tamil rokonságot. Tehát körülbelül 31 MSA szóról lehetett kimutatni, hogy magyarral rokon, és 29-ről, hogy emegír szóról lehetett kimutatni, hogy tamilra rokon. Az eufráteszi nyelvben a többsége a szavaknak mind magyar rokon, és egy kis része csak tamil rokon.
Ezt nagyon nehéz 100%-osan rekonstruálni, mi lehetett az ősi rétege a szavaknak. Kicsikét nehéz. Szóval ezek nem teljesen pontos osztályzások, hogy mi az Eufrátesz, mi nem. Csak nagy valószínűséggel. Na most, hát már nem akarom nagyon sok táblázattal terhelni a hallgatóságot, de azért még meg szeretnék említeni egy-kettő érdekességet. Tehát a hatti nyelvet. A hatti nyelv az szintén a mai Törökország területén létezett, nagyon ősi korban nyúlik vissza, egyesek szerint ez egészen csatalhűjük kőkori telepesekhez nyúlik vissza a hatti csoport. És érdekes módon a hatti szavak között is nagyon sok kapcsolatot találunk magyar és egyéb finnugor nyelvekkel. Sőt, olyan kapcsolatokat is, ami csak kimondottan magyar. Ezek között hadd említsek egy párat. Estan, ez a neve a napistennek hatti nyelven. És ez rokonságban hozható a magyar Isten szóval. A hatti nyelv, Kana, nem egészen tudják, mert csak pár mondat maradt meg a hatti nyelvről, nem sok. A hatti nyelvet hitta feljegyzésekből ismerik, mert a hitták azért följegyezték a hatti nyelvnek bizonyos mondatait, rövid legendákat, imákat. Szóval kis találgatásnak a témája, hogy mi lehet az a Hana, ami csak egyszerűen úgy írnak le a szótárnak, hogy étel. Véleményem szerint ez kapcsolatban állhat a magyar kenyér szóval. Megint KH hangváltozás lehetett. Na most az is érdekes itten, hogyha csak ételről van szó általánosan, akkor esetleg a kanállal is lehet kapcsolatban. A mansi nyelvben is előfordul valami hasonló, tehát a hant, az azt jelenti, hogy maradék étel. Szóval itten érdekes kapcsolatok vannak itten a szavak között. Itt van egy ünnep, Purulli, azt úgy írják le, hogy egy nagyon fontos tavaszi ünnep, tehát ez talán az évnek a kezdetét jelentett, megünnepeltek a hattik is. Purulli. A mansi nyelvben pedig Purlili, az pedig azt jelenti, hogy nagy ünnepi étkezés. Aztán vannak olyan szavak, amik ismeretlen eredetűnek vannak mondva, vagy hangutánzónak. Kupál például, az lehet hapalki, ami vasat jelent. A hatti nyelvtan szintén nem teljesen ismert, de ezeket a főnévi eseteket elég biztosan állítják ezt a hatti nyelvet tanulmányozók. Tehát egy-két példát hadd említsek, és akkor bemutatom, hogy a nyelvtan rokona a magyarnak. A vúr az azt jelenti, hogy föld hatti nyelven. Jó, hát a föld és a vúr az nem látszik nagyon közeli szónak, de a képzők azok már igen. Amíg a magyar azt mondja, hogy föld től, a hatti vúr tú, től tú, ezek hasonlóak. Akkor itt van egy másik példa, földnek királya, vúr un katte, tehát a nek és az un, megint az n hang a domináns, és hasonló. Házba, pe-vel, tehát a be és a ba, igaz, itten a szó előtt van, és nem a végén, de a hang az nagyon hasonlít.
a helyet, tehát a lokatívus rag, tehát a hely rag, a hatiba itt, például arin itt, az azt jelenti, hogy Arinnában. Arinna volt egy nagyon fontos városa a hattiknak. A magyarban a dupla T az szintén helyet jelent. Például mondhatjuk azt, hogy Pécset. Az is helye, helyi rag. Arin itt az azt jelenti, hogy valaki Arinnából, tehát olyan ember, aki arinniai. És hát tulajdonképpen egy kicsikét torlódna a képzőknek a száma, de elképzelhető, hogy pécsetti esemény. Azt tulajdonképpen lerövül pécsi eseményre, mondjuk egy előadás, oké. De a képzőt érthető magyarul is. És utoljára itten van, hogy olyan, mint a hati, tehát ezt így fordítják angolra, hatus, a hat az a hati, és a us végző az pedig olyan, mint a hati, hát magyarban meg úgy mondják hattis. Tehát ez is hasonló. Tehát egy nagyon érdekes nyelvtani hasonlóságot lehet találni a hatti és a magyar nyelv között. Ezekből vannak olyan nyelvtani hasonlóságok, amik a legközelebbileg tartott rokon nyelvekben, például a mansiba meg a hantiba se léteznek, mint képzők, de érdekes módon a hatti meg a magyarra több közös vonás mutatható ki. Na most, itt a legérdekesebb dolog. Tehát én annyi mindenről beszéltem. Hogy a minosziak rokonok a magyarnak? Hogy a sumérok rokonok a magyarnak? Hogy a hattik rokonok a magyarnak? Hát tulajdonképpen hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy valószínűleg egy nagyon-nagyon ősi korban ez mind egy nép volt. Ez a nyugat-ugor nép, ez mindegy nép lehetett, és valószínűleg a mai Törökország területén valahol, vagy pedig esetleg a Kaukázus környékén élhettek ezek az ősök. És hát szétágaztak különböző irányba onnan. A párokat, amiket összetettem a magyar és a minosziak között, most még ki lehet egészíteni egy-két sumér kapcsolatot, tehát hármas kapcsolatokat lehet találni. Ógörög, valószínűleg minoszi eredetű, magyar, ősi szavak és sumér kapcsolatok, hármas kapcsolatok. Itten van egy kis példa. Amiket mutattam, azok itt vannak számozva a hangváltozások. A nyugat-ugor ős hang feltételezhetően, az ógörög, azaz valószínűleg minoszi, magyar és sumér. Tehát itten van például az a szabály, hogy az S hang ógörögben C megfelelővel bír a magyarban, és Z megfelelője lehet a sumérban. Egy példa erre az, hogy szelasz, csillag és zalag. Egy bonyolult táblázat, és kb. Ez csak a fele, vagy egy harmada annak, ami a cikkemben van, de példákat szeretnék csak mutatni. Egy másik példa, ahol szintén az S van, ez most Z-re változik a magyarban, és Z-re vagy S-re a sumérban. Szigmosz, zúg és seg. Tehát ez mindegyik azt jelenti, mint a magyar. Tehát zúg, zúgás.
Aztán van egy olyan szó, hogy T kezdőhanggal. T marad a magyarban, és D-re változik a sumérban. Erre egy példa, tirannos, tőr és dur. A tirannos az nem csak egy uralkodót jelent, hanem olyan, aki egy fegyverviselő. Tehát a nemesek is harcoltak akkor is, tehát ilyen kiváltságos ember volt. Szóval tirannos valószínűleg avval kapcsolódik, hogy tör, vagy tárda, vagy valami hasonló. És aztán mondtam a B, ez a eredeti formája a B-nek, talán ilyen angolul ilyen dupla V lenne, a B és a B, B és a V közötti hang. Birsa, bőr, bar. És végezetül itten prion, fúr, buru. Prion, fúr, buru. Oké, tehát ilyen hármas kapcsolatoknak rengeteg példáját tudom adni, ami azt jelenti, hogy ez a három egy közös őssel bírt régen. Tehát, mit lehet mondani? Azt lehet mondani, hogy a sumér és a magyar valóban rokon nyelvek. Valamikor egy közös ősük élhetett Anatólia területén, a mai Törökország területén. A közös ős nyelvből származik nem csak a magyar és a sumér, hanem a hatti és a minoszi nyelv is. A sumér még a dravidia nyelvekkel is keveredett, míg a ógörög csomó minoszi szót kölcsönzött, és a természetesen indoeurópai ősi nyelv családba tartozik. Ami nem igaz, jelenlegi tanulmány szerint, az egyszerű, túl egyszerű elképzelés, hogy a magyar egy egyenes ágú leszármazottja a sumérnak. Ezt én nem támogatom, mert ez a tanulmány nem ezt bizonyítja. Ha a magyar a klasszikus sumér kultúrának lenne egy egyenes ágú leszármazottja, akkor több dravidai szó lenne a magyarban, amit mi nem találunk. Tehát ez úgy képzelhető el logikusan, hogy egy közös ős létezett, de nem egyenes ágú leszármazottja a magyar a sumérnak. Tehát ezt tisztázni kell, hogy mi igaz és mi nem igaz a sumér-magyar nyelvrokonságból, és hát jelenlegi tanulmány ezt mutatja be, hogy így kell elképzelni. Hát köszönöm szépen a figyelmüket!